Illyes Gyula egy mondat a zsarnokságról. A zsarnokság van, az zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó várbeszédben, beismerésben, bravok felmorzsaiban, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, hogy zsarnokság van, nem csak a katonáson kattogtató vigyázban, tűzben, a dobolásban, abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, hihetetlen besutogó hírekben, a száj elé, kultan, visszjelző ujjban, a zsarnokságban, nem csak a rákszilárdan fölrakott arcvonásban, e rácsban már szótlan, bergődő jajsikóiban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimeredt szembogárban. A zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, a zsarnokságban, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürdben, a koperában, épp új hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már fecsetben, nem csak az éjben, halkan sikló gépkúti zajban, abban megáll a kapuajban. A zsarnokságban ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy rég Istenet sem. A zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, a szöges drótnál jobban mutató szólamokban, az öt van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen ruhában szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca meg vagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a násziágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már rövére, beleheveltél, azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában, mint a hitva az ablak, és bedől a dögszak, mint a házban, valahol gázfolyás van. A magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság képe. Képzeletedben sem vagy tüketlen. Fönt a tejút is már más, hatásától fénypásztáz, aknamező a csillag, kiemelő ablak. Nyüzsgő régi sátor egyetlen munkatában, mert zsarnokság szól lázból, parancsugásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, színpad, meg annyi színpad. Úgy, hogy nyitod a pillár, mind azt tekintel, mint a betegség, beleg megy, mint az emlék, vonatkereke, hallod, rak vagy rak, sem erre kaptok. Egyen és tenger mellett, be ezt lehelled, az a villám, az van minden váratlan, zörejben, fényben, a szívökkenésben, a nyugalomban, a bilincsunalomban, a záporzubogásban, az égigérő rácsban, a cellafal fehéren lezáró hóesésben, az néz rá kutyát szemén át, mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted, képlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába tudnál, fogoly vagy, s egyben foglál, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beillódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. És már körbelángol erdőtűz kufaszálból, mert amikor ledobtad el, nem kiportad, s így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, nem érzed már mi élni, hús és kenyér, mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, hordja. Ha eszel, őt növeszted,
gyermeket. Neki nemzett, akkor zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőle bűzli, árad magad is zsarnokságban. Lakonként napsütésben, így járunk napsütésben, leszengünk kamarában, akár szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiába. A dal is, ilyen hű, akármilyen mű. Mert ott áll, ellen sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, orod is megszolgál. Kedves jelenlévők, nem exhibicionistból olvastam fel ezt a verset, hanem azért, mert ez eszmélésemnek egyik legnagyobb élménye volt. Amikor ez a vers a kezembe került, akkor nyilvánvalóan nem jelent még meg nyomtatásban, hanem ilyen gépelt változatban terjesztettük a 70-es évek végén. Különböző hibákkal, azóta azokat a hibákat kijavították. És akkor, amikor az ember egyetemista volt, kicsit később, akkor próbáltuk megérteni, mi is volt az az időszak, amelyik elvezetett 1956 forradalmához. Azért olvastam fel ezt a verset, mert ennél szebben, összefogottabban nem lehet elmondani, hogy mi volt az a terror, mi volt az a zsarnokság, ami 49 és 53-54 között a magyarországi viszonyokat meghatározta. Itt olyan mondatok vannak, hogy megállt a kapuajban, micsoda, hát a fekete autó, amelyik bármikor megállt a kapuajban, az idősebbek tudják mi az, hogy csengőfrász. Mi is volt a csengőfrász? Mindenki attól rettegett, amikor becsöngettek, hogy vajon nem érte jók-e, vagy nem a papáért jöttek-e, nem fognak-e elvinni valakit. Ugye ez volt az a legborzalmasabb korszaka ennek a kommunista diktatúrának 49 és 53-54 között, amikor mindenki abban a rettegésben ért, hogy bármikor elvihetik. Bármikor elvihetik őt, bármikor elvihetik a szeretteit. És hát tudtuk azt, hogy ha elviszik, akkor onnan vagy visszajön, vagy nem. Ha elviszi az álló, akkor nagy valószínűséggel legalábbis megverik. De nem csak megverik, hanem megkínozzák. És hogy milyen kínzások között, azt most ugye ecsetelni nem akarom, de mondjuk azt, hogy letépik a körmét, azt, hogy szöget vernek a körme alá. Az ugye szinte közismert módja volt a kínzásnak. És amikor az ember elolvas egy-egy ilyen jegyzőkönyvet, hogy miért is kínozták? Mert bevitték és azt mondták, hogy például, hogy jugoszlávként, és vallja be. És az illető nem értette, hogy ez az ostobaság hogy juthat valakinek az eszébe. De kiderült, hogy kreálni kell jugoszláv kémet, és azért viszik be. És addig verték, míg azt nem mondta, hogy ő jugoszláv kém. De ha azt mondta, hogy jugoszláv kém, akkor már elő volt készítve a koncepciós perc. Hiszen ő maga vallotta be. El lehetett indulni egy bírósági tárgyaláson, a bírósági tárgyaláson pedig akár halálra is lehetett ítélni. Ez a világ, ez ma a mai ésszel teljesen elképzelhetetlen. De ez egy valódi világ volt Magyarországon. Egy olyan világ, ami a legenyhébb kifejezés az, hogy irracionális. Nem irracionális volt, egy borzalmas, gyilkos világ volt, aminek voltak ilyen teljesen irracionális elemek. Az ember sose tudhatta, hogy ő maga, hogyan, ha kimegy az utcára, visszajön-e. Ugye ez a keserves viccei maradt meg abból az időszakból, hogy később a 60-as évek elején két barát találkozik és kérdezi, hogy te hol voltál, hát ültem. És mennyit ültél? Hát 5 évet, de a 8 évet, és miért kaptad? Semmiért. Nem igaz, semmiért, csak 5 évet adtak. Tehát a keserűség, a nyomorúság az ugye átfordul Magyarországon mindig valamilyen abszolút humorba, de hát való igaz, hogy bármikor lehetett. El lehetett jutni recskre, aztán vagy élve hazajött valaki, vagy nem jött haza élve, vagy olyan betegen jött haza, itthon már. Ez az időszak volt az, amelyik azt a jó anyagot összegyűjtötte, amelyik lényegében 56-ig elvezetett. A forradalom 56-ban tört ki. Akkor tört ki, amikor már nem volt ekkora nagyon nyomás.
de a forradalmak természete általában az, hogy a társadalom fejlődésnek abban a pillanatában robbannak ki, amikor már a fedél alól jön elő a gőz. Ez minden forradalomnál, igen, nem a legnagyobb elnyomás idején robban ki, hanem amikor már lazul valamennyire a diktatúra. Ugye 53-ban Nagy Imre volt a miniszterelnök, 55-ig egy csomó mindent visszavont, a nyomást valamelyest csökkentette, és 56-ban így tört ki a forradalom. Az 56-os forradalom előkészítésében ugye sok olyan jeles személyiség volt ott, aki aztán 89-ben megjelenik újra, 85-89 között újra megjelenik a politikai szintén. Nagy Imre munkatársai között voltak újságírók, voltak történészek, voltak olyanok ugye 53 és 55 között, akik azt az együlést, ami a Sztálin halála utáni időszakra beállt, azt próbálták segíteni. Ez a folyamat, ez ugye 55-ben megszakadt, de aztán 56-ban ugye elindult egy gyorsabb folyam. 56-ban az előkészítését a forradalomnak lényegében ezek az értelmiségi körök indították. Úgy ott a Petőfi kör történetét jól ismerjük, az értelmiségi vitafórum volt a Petőfi kör. 56 tavaszán, áprilisban, májusban nagy viták voltak a Petőfi körben, olyan viták, amelyek addig elképzelhetetlenek voltak. Például a történész vita, amely miről szól? Hát lényegében a sztálinizmus természetéről és arról, hogy hogyan kellene ezen változtatni. Mi kellett ahhoz, hogy ez Magyarországon megtörténhessék? Hát lényegében a 20. kongresszusa a Szovjet Kommunista Pártnak, ugye Hruscsov elmondta a maga titok beszédét, ami aztán már nem maradt titokban, mert ugye minden titok mindig kiszivárog, és ez erjesztőleg hatott a magyarországi közgondolkodásra és politikai gondolkodásra. Tehát a folyamat a forradalomhoz értelmiségi előmunka vezetett el. Nagyon érdekes az, hogy ezek a viták lezajlódtak, azokat az embereket, akik abban részt vettek, igazából nem bántották, mert a hatalom akkor már nem tudta, hogy mit kell velük kezdeni, vagy mit lehet velük kezdeni. És akkor volt még egy érdekes mozzanat, ugye a Rajk Imre, Rajk László temetése. Rajk László 1949-ben koncepciós felbe elítélték, kivégezték, és hát rendesen nem temették el, az azt jelentette, hogy úgymond a 20. kongresszus után rehabilitálták, tehát 56-ban kimondták azt, hogy az ő kivégzése az jogszerűtlen volt, jogtipás volt, és 56. október 6-án volt a Rajk újra temetése, vagy Rajk László temetése, 56. október 6-án. Az volt az első nagy tüntetés. Ott már sokan ott voltak azon a temetésen, és ott már úgy mutatkozott valami, hogy milyen érdekes, hogy Rajk László temetésén itt ennyien itt vagyunk. És akkor ugye a folyamat elment egészen odáig, hogy 22-én a szegedi diákok megfogalmazták, hogy mit szeretnének. És a szegedi diákok a válaszként megjelent ugye a magyar diákoknak a válasza a 23-ig. Volt még egy nemzetközi mozzanat, amit be kell kapcsolnunk, mert ez mindig benne van a magyar történelemben, Lengyelország. Ugye a poznányi felkelés és a poznányi munkáslázadás és felkelés, az sikerrel járt 56 júniusában. Megbuktatták Bierutot. Bierut volt a lengyel Rákosi. Bierutot megbuktatták, és jött a nemzeti kommunista vezető Gomulka. Gomulka körülbelül olyan volt, mint Nagy Imre. És Gomulka győzött, Gomulka átvette az ország irányítását, és a lengyelek eufóriában éltek, hiszen a lengyel forradalom győzött. Ez igen jelentős hatással volt az akkori magyarországi eljegyésre, hogy igenis lehet. Tehát el lehet érni azt, hogy a gyűlölt vezértől megszabadulunk, és választunk egy nemzeti, tehát olyan valakit, aki a miénk. Ugye itt Nagy Imre volt az alapja az akkori politikai életnek, aki nemzeti kommunistának is. Tehát, hogy ezt a sikert el lehet érni, ebben nagyon erősen benne volt az akkor induló folyamatokban a lengyelországi Lengyelország halálra. Nem véletlen, hogy amikor a Műszaki Egyetemtől a Vemkő felé vonultak ugye a diákok, volt egy ilyen transzparens, hogy Lengyelország utat, követjük a lengyel utat. Ugye ez egy nagyon híres transzparens akkor az időből, ami teljesen egyértelműen mutatja, hogy a lengyel hatás az milyen nagy volt a magyar forradalomnak. A második fázis a forradalomnak ugye az az utcai harcok, amelyeknek a következmények éppen nem mutatjuk, hogy a forradalom győzött. A magyar forradalom győzött. Ugye a megbukott az a kommunista rezsim, az árvósok egy csúnya sortűz után ugye a
Kossuth térre, utána visszahúzódtak, a hadsereg különböző egységei átálltak a forradalmárok oldalára, és lényegében úgy tűnt november 1-re, a másodikára, hogy győztek. Győzött a forradalom, megbukott a gyűlölt rezsim, létrejött a koalíciós kormány. És akkor mi történt? Hát akkor megindultak a testét szorítan, és az egészet kiborták. Nagyon érdekes, hát szomorú ismétlődése ez lényegében 1849-nek, ugye 1849-ben is győztünk. A magyar forradalom és a magyar szabadság az győzött. Egészen addig, amíg meg nem jelentek a cári csapatok, és aztán ugye az már egy olyan túlerő volt, ami nem bírtunk. Ugyanaz megismétlődött 1956-ban, amikor is a tankok, az orosz tankok, a szovjet tankok ugye lekutották a forradalmat. De ez sem volt egy egyszerű folyamat, mert furcsa módon és racionális mai ésszel nehezen fölfogható, hogy ellenállás volt. Fegyveres ellenállás volt Magyarországon. Ha most belegondolunk, racionális észre nagyon nehéz megérteni, hogy mit gondoltak azok, akik géppisztolyjal a kezükben, úgy gondolták, hogy szembeszegülnek a vörös hadsereghez. Milyen lelki állapotban voltak azok a fiatalok, és kevésbé fiatalok, akik úgy gondolták, hogy ezt megpróbálják megállítani. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda elképesztő eufóriában élt ez a társadalom, és micsoda érzelmi odaadással éltek ezek az emberek, hogy úgy gondolták, hogy ők odaállnak a Korvin köz és az Üllői út és a Nagykörű sarkára, odaállnak soroksában a töltésre, és megpróbálják megállítani a világ legnagyobb hadsereg. És itt egy óráig közönös helyekkel megállították. Ugye hát a Korvin közi harcok azok ugye legendásak, hogy hogyan állították meg, hát Molotov koktélokkal. Nem tudom, hallottak-e már arról, hogy mi az, hogy Molotov koktél. Hát a Molotov koktél az, amikor az ember talán egy ilyen befőttes üvegbe belerakja a benzint, azt letugaszolja, átfúrja, beletesz egy kanócot, a kanócot meggyújtja, és oda megy a tankhoz, hogy a kipufogóján be tudja dobni, vagy oda megy a tankhoz másfél méterre, hogy azon a lukon, ahol kinéznek, ott be tudja dobni, és volt még a tanknak egy-két ilyen gyengébontja, hogy oda be tudja dobni, mert ha be tudja dobni, akkor a tűztől fölrobban a benzin, és a tank lejárt. És ezt amikor először olvastam, ugye az ember azt hiszi, hogy messziről dobálnak. Nem lehetett messziről dobálni, mert egy tankra messziről hiába dobálnak rá valamit, mert az fölrobban el, de lejét. Olyan helyre kellett dobni, hogy meg tudja állítani a tankot. És többentel olvastam, hogy két-három-négy méterre oda kellett menni a tankhoz, ugye hát ez egy ilyen hatalom, hátulra ide-oda, hogy oda tudja dobni, ahol ugye a kipufogónál felszívta a benzint, és akkor felrobban belül a... És olyan közel kell menni, hogy ennek hatása legyen. Gondoljuk el, hogy közülünk ki merne oda menni most egy tankhoz, amelyik azzal jön, hogy agyonlőjön, és pusztítson mindent, és dobálja a Molotov koktélokat, amit valahol mások gyártanak, azért, hogy a tankokat felállítsa. Elképesztő lelki és szellemi állapotban voltak ezek az emberek, elsősorban fiatalok. Ugye olvasunk róluk különböző emlékezéseket, és akkor itt hadd térnék rá erre a tüzetre, vagy később majd beszélünk, hogy milyen lelki állapotban volt ez a magyar ifjúság, vagy milyen lelki állapotban voltak a magyar katonák. Ugye voltak magyar egységek, amelyek fölvették a harcot a szovjet hadseregnek. Voltak különböző helyek, Soroksáron, Csepellen és különböző helyeken, ahol szabályosan harcoltak az oroszokkal. Nehéz fegyvereket bevettek, ezt azt. Hát mindent megvették őket, és mindenki sokszor halott volt. De hogy elgondolni, hogy milyen erkölcsi és lelki tartás kell ahhoz, hogy valaki ezt vállalja, abban a tudatban, hogy 99%-a valószínűsége annak, hogy ott fog meghalni. Tehát az, hogy onnan nem tud elmenekülni, a legvalószínűbb, hogy agyon lövik. Ugye ott fog elesni, ott fog meghalni. Ez volt a, ugye mondhatnám azt, hogy a harmadik fázisa, ugye a második fázis volt a politikai. És akkor jött a negyedik fázisa, ugye a forradalomnak a megtorlás. A megtorlás egy döbbenetes, szerves része a forradalomnak, ugyanis anélkül nem beszélhetünk 56-ról, hogy ne beszélnénk az 56-ot követő megtorlásról.
ezt csapjuk talán azzal, hogy a 200 ezer ember elment, ugye részben azok, akik harcoltak és tudták, hogy életben maradtak, hogy ha itt maradnak, akkor ők elfelejtik, legalábbis felakasztják. Másrészt azok, akik úgy érezték, hogy nem akarnak többet ilyen kommunista diktatúrában élni, és még olyanok, akik nem követtek el ilyen nem vettek részt közvetlenül a harcokban, de olyan politikai tevékenységet folytattak, hogy úgy érezték, hogy őket is legalábbis a hosszú-hosszú börtönélet várják. Van nekem olyan barátom, aki a Váci börtönben ült 53-tól 56-ig, politikai foglyprénciszter diák volt, és 56-ban úgymond ő szabadította ki a Váci börtönből a foglyokat, mert ott ugye elindult a foglyoki kiengedés, és rendkívül lassan, ilyen bürokratikus módon írogatták, adja a neve, stb. Az egészet lesöpörte, azt mondta, hogy fiúk, gyerünk, mert ha itt maradunk, akkor innen soha ki nem megyünk. És ez egy ilyen lázadás volt a Váci börtönben akkor, és úgymond kitörtek a rabok és eljöttek. Most ezek az emberek, tehát hogy őket számoltak, tehát legjobb, hogyha elmennek, el is mentek. Svájcban például létrejött egy olyan külön magyar társaság, egy olyan csoport, akik mind 56-os menekültek voltak, és a sikeres vállalkozók, sikeres svájci magyarok, akik aztán a 80-as években létrehoztak egy alapítványt, az volt a neve, hogy Becsületadó. Ez a Becsületadó alapítvány, ez a 80-as években meghívta a magyarországi ellenzéki fiataloknak különböző egy részét. Nekem szerencsém volt egy évig a Becsületadó támogatásával mentve tanulnak. Tudom, hogy milyen lelkületű emberek voltak ezek, és elmesélte ki a saját történetét. Pontosan így. Mindegyik tudta, hogy ha itthon marad, akkor valószínűleg nem élik. És utána jött ugye a megtorlás. A megtorlás az úgy 57 elején kezdődött, és körülbelül 1960-ig tartott. 60-ig tartott azért, mert általában 59-ben még volt halálos ítélet és kivégzés. A megtorlás az ugye brutális volt. Kádár és csapata úgy gondolta, hogy ezzel keményen le kell számolni, hogyha nem akarják annak a veszélyét fönntartani, hogy megismétlődjék. És a megtorlás nem csak büntetés volt, hanem mindig figyelmeztetés is. Tehát pontosan kiszámolták azt, nem csak azt, hogy kit kell ugye kivégezni, aki bűnös, és akkor azokat kivégezték, hanem olyan precedens jellegű pereket is kreáltak, amelyekben pontosan tudta Kádár, hogy nem szabad ha életben hagyni bizonyos embereket, mert az nekik veszélytelen. Ugye az egyik ilyen utólag rekonstruált ilyen per volt, ugye a Mansfeld Péter pere. Mansfeld Péter, nyilván hallottak róla, ő ugye egy ilyen, lényegében nem is lett részt a forradalomban. Ha látták a Mansfeld című filmet, abban nagyon szépen benne van, hogy ők a srácok, ami rendőrtől elvettek valami pisztolyt, ilyen utcasarkon, ilyen szamárkodásból. Aztán persze nagyon hamar elkapták őket, bebörtönözték őket. És a barátait azt, őket elítélték erre arra, őnála megvárták, míg eléri a 18. életévét, és akkor halálra ítélték, és kivégezték. És ugye ez volt az egyik legcivikusabb lépése a kádári rezsimnek, hogy Mansfeld Péternél megvárták, míg betölti a 18. életévét, ugye ifjúkorút nem lehetett halálra ítélni, megvárták, míg 18 éves, akkor halálra ítélték, és kivégezték. És teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egyfajta nagyon brutális, nagyon drasztikus figyelmeztetés egy korosztálynak. Az egész folyamatnak ugye a egyik fontos mozzanata volt Nagy Imrének a kivégzése. Ugye Nagy Imre elmenekült a jugoszláv nagykövetségre, onnan kijött, elvitték Romániába, Sznagovba, onnan hazahozták, és 1958-ban, júniusban halálra ítélték, és másnap kivégezték. Nagy Imrét nem kellett volna Kádáron kivégeznie, ezt nem kérték tőle az oroszok, ez azóta is bizonyított. Kádár Nagy Imrét a saját politikai szándéka miatt, a politikai elképzelései alapján végeztette ki. Nagyon tartott attól, hogyha Nagy Imre életben hagyja, akkor Nagy Imre körül előbb-utóbb kialakul egy olyan ellenzéki csoportosulás, amelyik az ő hatalmát veszélyezteti. Ez volt Kádárnak a második főbűne. Ugye az első főbűne Rajk Imrének, vagy Rajk Lászlónak
a kivégzése volt. A Kádár ott is a politikai gyilkosságot vállalta, a másik volt Nagy Imrének a kivégeztetése, ahol szintén a politikai gyilkos szerepét vállalta. Nagy Imre kivégzésével egy nagyon erős jelzést adott az egész magyar társadalomnak, és az összes olyan politikai gondolkodónak, akinek üzenni akar, hogy nincs engedmény ebben a kérdésben. 56 kapcsán nincs engedmény, nincs tolerancia, nincsen semmi. 56-ot ő a lehető legkeményebben meg akarta torolni, mert úgy gondolta, hogy semmiféle ellenzéki erőt, ellenzéki pozíciót nem enged meg. Nagyon érdekes az egésznek az utó történet. Ugye 61-ben amnestia volt, 63-ban amnestia volt, a politikai foglyok egy részét kiengedték. Nagyon érdekes volt aztán 70-es éve, 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől találkoztam ilyen politikai foglyokkal. Ez nagyon érdekes volt, például Mécs Imrével elégül összebarátkoztunk, és ő mesélte, hogy vagy Göncz Árpáddal, amikor a rádióban dolgoztam, hogy a legnagyobb küzdelem ezekben a perekben azért folyt, hogy ne halálos ítéletet mondjanak, hanem csak életfogytiglani. Mindenki úgy is érte meg, hogyha életfogytiglani ítéletet sikerül jutni, akkor az maga az élet, aki időt nyer, életet nyer. Körülbelül mindenki számon tudta, hogy az életfogytiglan az lehet, hogy 10 év, lehet, hogy 12 év, lehet, hogy 12 év, de ha előbb-utóbb kiszabadulnak. Így is történt, ugye sok úgymond életfogytos volt, aki aztán 63-ban szabadult. Viszont egy valamit még külön itt el kell mondanunk. Sokan bent maradtak. 63-ban a magyar kérdés lekerült az ENSZ napirendjéről, lekerült a nemzetközi politika napirendjéről, és akik bent maradtak, azokról megfeledkeztek. Bizony sok százan maradtak bent olyanok, akiket 56 miatt börtönöztek be. Ezek között viszonylag sok volt a katolikus pap, sok volt az olyan értelmiség, aki nem volt a homlok terében a politikának, és akiket nem felejtettek, azokat bizony a 70-es évek elején engedték ki. Volt ilyen munkatársam a rádióban, egy kitűnő kutató, reneszánsz zenét kutató, aki 71-ben jött ki a börtönből, fény lakon, mert azért akkor is kínoszták őket a börtönbe, ha nem ütötték, akkor 200-as égővel világítottak a szemükbe. Ez egy szerzetes volt, aki szerzetes módjára viselte a finnyait is, utána még megjelentetett néhány lemezt és néhány könyvet az erdélyi reneszánsz zenéről, kitűnő munkatársam lett a Magyar Rádióban. És ő mesélte el, hogy bizony voltak jó sokan még a börtönben, akikről megfeledkeztek 63 után, a nemzetközi közvélemény már nem foglalkozott vele, mindenki ünnepelte a kádári konszolidációt, ezek a szerencsétlenek várták, hogy kiengedjék. 1956 és a forradalom kérdése volt a kommunista rezsim legnagyobb tagja. A legnagyobb, ezt nyugodtan mondhatjuk, sok mindenről lehetett beszélgetni, sok mindenről lehetett vitatkozni a 60-as évek végétől, ugye új gazdasági mechanizmus, milyen legyen a gazdasági rendszer. A 70-es évek elejétől már pár verkekben is beszélgetnek sok mindenről. 70-es évek végére már akadémiai bizottság alakult arról, hogy hogyan lehetne az alkotmányt korszerűsíteni 70-es évek végén. De egy valamiről nem lehetett beszélni. Az 1956 volt. 1956 volt a legmélyebb tabu. És ezt a Kádár is mindenki pontosan tudta, hogy amíg ezt tartja, amíg ezt sikerül elnyomni, addig tudja tartani magát a rendszer. És amikor ez kiszabadul, akkor az egész összecsap. Mikor 1980-as évek közepén alakult meg a Történelmi Igazságtétel Bizottság, nem tudom pontosan az évét, az 1986. A történelmi tegyék 85-ben. A Történelmi Igazságtétel Bizottságban olyan szereplők voltak, akik valamennyien áldozatai voltak a 56-os megtorlásnak. Török értelmiségiek voltak, tudomásunk szerint, de nem csak, akik úgy érezték, ahogy a neve is mondta, hogy a történelmi igazságtételre szükség van.
ez a Történelmi Igazságtétel Bizottság folyamatosan próbálta elérni azt, hogy 56-ról kezdődjék valamilyen párbeszéd. Ugye 85 és 85 között a magyarországi politikai viszonyok valamelyest enyhültek, és a Történelmi Igazságtétel Bizottság ilyen nagyon erős katalizáló szerepet vállalt ebben a főleg ellenzéki téren zajló párbeszédben. És a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak az egyik, vagy a legfőbb értelme végül is az, hogy Nagy Imre lányával egyeztetve elérték a magyar kormányát, amelyik akkor már ugye nem Kádár János vezette, hanem Németh Miklós, a Kozsba Imre és Szűrös Mátyás is ő, hogy Nagy Imrét exhumálni kell, a társait exhumálni kell, és a Nagy Imre temetés, Nagy Imrét és társait tisztességgel el kell temetni. Előtte történt még valami, ami azért bátorítóan hatott. 88 őszén alakult meg az a bizottság, amit az MSZMP, akkor még MSZMP központi bizottsága, a párt központi bizottsága alapított, amelyik ilyen történelmet értelmező, felülvizsgáló bizottság volt. Ebben Berenti Iván volt benne, meg Kozsba Imre volt benne, meg ilyen úgy tettek, mintha a történelmi tudományos dolgokról beszélgetnének. Valójában egy ilyen politikai vita volt arról, hogy mit hogyan kéne most nevezni. Hogyan kéne most nevezni, és ugye akkor tette meg Kozsba Imre azt a szokatlan lépést, hogy kiállt 89. januárjában, és kimondta azt, hogy 1956-os népfelkelés. Ugye 1956-ot ellenforradalomnak volt kötelező nevezni egészen eddig a pillanatig, illetve aki nem akarta ellenforradalomnak nevezni, talán emlékszünk rá, az azt mondta, hogy az 56-os események. Ugye az 56-os események az egyfajta ellenzéki magatartást jelentett a kommunikációban, mert azért sem mondom ki azt, hogy ellenforradalom, hanem úgy beszélünk róla, hogy az 56-os események. És 89. januárjában ugye nyilvánosságra hozták azt a úgymond már hivatalos álláspontot, hogy népfelkelés. Ez egy nagyon erős lökést adott az egész téma föltárásának, és hát ugye a nagy pillanat az Nagy Imre és társainak a újra temetése, illetve hát helytelen kifejezés az eltemetése volt. Előtt ezt lezajlott az exhumálás, azon én nem voltam ott, de akik ott voltak, azok azt mondták, hogy döbbenetes volt. Döbbenetes volt, ugyanis a sír fölbontása, mert nem voltak ezek sírok, hanem amikor a földet eltávolították arccal lefelé, összedrótozott kézzel, összedrótozott lábbal, így találták meg a áldozatokat. A temetés maga egy méltóságteljes aktus volt, azt hiszem, hogy ez mindjárt nem, vagy a fiatalok nem, de az idősek tudják. A Történelmi Igazságtétel Bizottság engem kért föl, hogy legyek a konferenciéje vagy a vezetője a temetésnek. Engem 83-ban politikai okokból eltávolítottak a Magyar Rádióból, és akkor ez a bizottság, jó barátaim voltak, azt mondták, hogy akkor ez lesz a te morális elégtétele, hogy akkor te vezetheted a temetést. Nem akarom elmondani, hogy ilyen döbbenetes élmény volt, erkölcsileg, lelkileg, érzelmileg az egészet ott végigvezetni. Hatalmas tömeg, a rendkívül méltóságteljes hangulat, magatartás és az enyhe feszültség. Az a feszültség, hogy azért voltak sokan, akik nem tudták, hogy ez az aktus, amelyik akkor mégiscsak a politikai ellenállásnak a csúcsa volt, vagy egy bizonyos csúcsa volt, hogyan fog végződni? Lesznek-e provokációk? Vajon, ugye a legegyszerűbb megfogalmazásban, nem lőnek-e bele a tömeg? Vajon nem történik-e valami olyasmi, ami katasztrófához vezet? Nagyon érdekes utólag olvasni a memoárokat, a Németh Miklósét, másét, hogy ők hogy viszonyultak ehhez. És kiderült, hogy ezek a figyelmek nem voltak teljesen alaptalanok. Ne felejtsük el, hogy akkor még a munkásőrség létezett. Ne felejtsük el, hogy akkor még különböző fegyveres testületeknél sok-sok fegyver volt, amiről nem lehetett tudni pontosan, hogy milyen elmondás volt. Nem történt semmi, a temetés zajlott.
július 6-án 89-ben a bíróság rehabilitálta Nagyimrét és társait, és július 6-án meghalt Kádár János. A kettőnek nem volt közvetlen oka, közvetlen összefüggése, de egy nagyon-nagyon mély, szimbolikus összefüggése. Kádár addigra már egy megbombott elmével követte az eseményeket. Ugye a temetés előtt két hónappal volt egy sajátos megjelenése a párt központi bizottságának egy ülésén. Ezt Fejti György mesélte el egy interjúban, hogy az lett volna az az ülés, amikor Fejti, mint az MSZP reformereinek egyike, előadja az alkotmánymódosításra vonatkozó MSZP-s elképzeléseket. És ő mesélte el, hogy készült a nagy jelenetére, hogy ez lesz az ő karrierjének a csúcsa, és egyszer csak kiderült, hogy Kádár János beszélni akar. Többen próbálták visszatartani, mert tudták, hogy nincs már nagyon jó állapotban, de ő beszélni akart. Kiment a pulpitusra, és a, nem tudom, hogy hallották-e valaha, mert a tévében egyszer-kétszer leadták ennek részleteit, hogy miről beszélt. Arról az emberről beszélt. Emlékeznek arról az emberről. De az igazán érdekes az volt, hogy az az ember, az két ember. A töredékesen, ilyen zavarodott elmével, lényegében a két politikai gyilkosságának a magyarázatát próbálta adni, hol Rajkra utaló mondatokat mondott, hol Nagy Imrére utaló mondatokat mondott. Döbbenetes volt ezt hallgatni, hogy végül is nem úszta meg. Végül is halála előtt szembe kellett néznie a tetteivel, és ezt nem tudta már földolgozni, ez csak megbomlott elmével bírta végigkísérni, és a megbomlott elméje az így mutatkozott meg a végén, hogy kiállt oda, és mindenki kétségbe este nézte, hogy mi lesz ebből, és két halottról beszélt, két emberről beszélt, Rajkról és Nagy Imréről, és mindig azt mondta, hogy az az ember, az az ember. És azt magyarázta, hogy ezt miért kellett tenni, de hát nyilvánvalóan az már egy mondott helyzet. Ez volt, ahogy Martonyi János fogalmazott egy interjújában, a Nagy Imre temetés volt a végső szög a kommunizmus koporsójában. Amikor Nagy Imrét rehabilitálták, azzal az egész forradalmat erkölcsileg és jogilag is rehabilitálták, és ezzel a mozzanattal lényegében lezárult a kommunizmusnak a korszaka. Ami utána következett, az a rendszerváltoztató folyamatnak a közjogi és politikai vonatkozása volt. Ennek sok ilyen aprócsepű mozzanata van még, hogyha érdekli önöket, hogy szívesen mesélek ezt-azt, kicsit könnyebb témákat is, de záró akkorként engedjenek meg, elmondjak, felolvasok még egy verset. Ez a vers, ez pedig Márai Sándornak a Mennyből az angyal. Ezt a verset 1956. decemberében írta Márai New Yorkban. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj suhogd, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban kerül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizeg, ajándék, bölcs szófontolgat, bölcs szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes ében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi,
érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyognak, mert más lógafán nem cukorkák. Népek Krisztusa Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, belemártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol, néz, mint Krisztus a keresztfáról. Ő különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, angyal hozta, kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt ez a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt, kitettük csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, az élet element ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, menjél az angyal. Állok elébe, bármilyen kérdést föltehetnek, bármire szívesen válaszolok. Ezzel kapcsolatban, egyébként kapcsolatban. Szilárd, légy szíves. Hogy én kérjem? Nem, én. Jó, légy. Kérdeztek az? Igen, tessék. Jó, oké. Én úgy foglalkoztam, hogy ez a gondolós legenda Nagy Imre újra fenntekesített a kirampolásának története, ahol ugye nem csak őt, hanem a vele együtt szívészet, mint másik embert is kirampolták. Láttam a fiktet, hogy azért a filmjel, amiben szinte vágatlanul ember egy reakciót érzelnek, szívtorolások, az könnyek, mindent elmondtak. És ugye nem tudom, Nikó, honnan eredeztik ezt a legendát, hogy őt tudatosan fektették arccal lefelé, úgymond kérdezik szakály szerint. Gondolkodtam, és amikor egyetemi tanulmányai során kérdésben András azt mondta, hogy valójában, amikor kivégezték őket a kisfokázunk korán, mindig úgy kérdezett, hogy felnézett az égre és meghalt. Kérdezett, hogy nem tudott felnézni az égre, mert ez egy szoba volt, ahol kivégezték őket. Tehát még az az esélyes nem tudták, hogy mindent olyan felnézően az égre és legyen emberek. Én úgy tudom, hogy ott temették őket, és 4-5 vagy 6 évek később hantottak ki teljes utóban, és mindig tudták aztán a kis úgynevezett 3-5-es parcellában. És lehet, hogy talán ez a drótos történet, ez lehet csak egy élet. Minket megbízhattak azzal, hogy hantolják ki a temetőn az elhantolási tárgyalatban, a 63 törvényén a holtesteket, mert az osztás állapot a okán kellett őket úgymond valamilyen papírban drótal összekeverni, és aztán csak lehozták őket elhantolási tárgyalatban. Szóval, illetve, hogy innen van, én fogalmazom, hogy én nem nagyon emberi hitvásságot nem tudja erről szokni, hogy ez egy úgymond döfni szikultat, hogy a sajátos pedig van, mert bármilyen rációja.
nem hiszem, hogy bármiféle ilyen tudatosság lett volna, hogy ilyen létus, olyan létus, de inkább ez a mérhetetlen emberi cinizmus volt benne, az a ennyi, semmi. Jöjjön középre! Köszönöm, hogy
Köszönöm szépen a hozzáadókat, de maradok, mert akkor így tudunk beszélni. A Somogy című lapot azért hoztam el, mert ugye az embernek többféle kalapja van, és az egyik kalapom éppen, hogy ennek a lapnak lehetek a szerkesztője, akinek nincs példány, hogy szívesen adok. Azért hoztam ennyit, hogy a tisztelt jelenlévőknek szívesen adok, hogyha tessék parancsolni. Ezt azért hoztam külön ezt a számot, mert ez a szám 56-os külön szám. 56-os külön szám azt jelenti, hogy a Kaposvár városa és a Berzsenyi Társaság megkérdezteti pályázatot, irodalmi pályázatot, 89 pályamű érkezett, lira, novella és memoár műfajban, és a legjobbakat beleraktuk ebbe. A igazán érdekes az, hogy 56 hogyan él a mai tudatban. Ugye három kategória van körülbelül a szerzők között. Az egyik az idősebbek, akik megélték 56-ot, többnyire felnőttként vannak benne ilyen írások. A másik kategória lehet talán a szerzőknek az a köre, akik végigélték a kommunizmust. 56-ban még fiatalok voltak, én mondjuk 6 éves voltam, és hát mások még kevesebbek, de a kommunizmus idejét megélték, amikor arra tanították őket a szüleik, hogy erről egy szót sem, erről nem beszélgetünk, erről ez nem téma, stb. Az a tabu, amit mondtam, hogy a legnagyobb tabu volt a kommunizmus idején, egészen úgy 85-ig körülbelül 56. És a harmadik csoport, a szerzők csoport, akik 90 után születtek, és akik próbálnak valahogy viszonyulni 1956-hoz. Hogyan lehet ezt földolgozni, mit lehet ebből megérteni, hogyan lehet megérteni, és nagyon-nagyon kedves írások vannak ebből a korosztályból is. Például van egy olyan, aki leírta, egy ifjú szerző, hogy a szülei elmentek a terrorházába, és ott a papa meg a mama nézegették az 56-os fényképeket, és akkor a papa azt mondta, hogy ez itt én vagyok. Erre mondta mama, nem, az nem te vagy, de én vagyok, de nem te vagy. És a gyerek végighallgatta, és döbbentem, mert az emberek körülállták őket, hogy vajon egy igazi hőst látnak-e vagy sem, és a gyerek ezt leírja, ezt az érzését, hogy milyen volt ez, és aztán a papával elkezdi megbeszélni, hogy milyen volt 1956. Tehát van ez a korosztály is, és ez nagyon-nagyon érdekes, vagy van egy másik írás, az ebben nem nincs, a Somogy negyedik számában lesz benne, amikor az egy gyerek rájön arra, hogy a nagypapája ápolós volt. Egy nagyon-nagyon érdekes írás, arról szól, hogy kimennek a temetőbe, és ott azt látják, hogy a sírt valaki megrongálta. És hát a mama meg a nagymama föl vannak háborodva, és hát valaki fekete festékkel ráírta, hogy ápolós. És akkor a kislány, mert lányról van szó, szóval elkezdi firtatni, hogy mi volt az az ápolós, ki volt az az ápolós. Igaz-e, hogy nagypap, és akkor először úgy hallgatná, hogy hagyja, hát nem érdekes, az nem kell erről beszélni, és aztán elkezdik, a lány nem hagyja és firtatja és minden, és a végén döbbenten jön rá, hogy ki volt az ő nagyapja. És hát ugye ezt az ambivalenciát írja meg, hogy hát a szüleit, a nagyszüleit szerettem, és aztán kiderül, hogy kik voltak az ápolósok, és hogy ezek közé tartozott az ő nagyapja. És az a vége az egésznek, hogy ő attól nekünk marad a forradalomhoz. Na hát ilyen írások vannak benne, ajánlom figyelmükbe, akinek én egy dolgot szívesen adok. Óriási siker volt, tegnap volt a diátadás, és nagyon-nagyon nagy siker volt, és nagyon nagy élmény volt ez az egész. A válaszom arra, hogy 68 szerepe. Igen, hát 68-ban Pozsokba jártam egyetemre, mint odavalósi, tehát ha úgy tetszik, földiek vagyunk. 68 ugye egy másik taktika volt, mint 1956, ugye azt mondták, hogy a magyarok föllázottak, fegyverrel akarták kivírni a szabadságot, mi csehek sokkal rafináltabbak és okosabbak vagyunk, mi majd más taktikát fogunk alkalmazni, mi majd megpróbálunk kiegyezni az oroszokkal. Ugye Csehszlovákiában nem volt ott a szovjet hadsereg 68-ig, szépen kivonultak onnan, és Csehszlovákia másképp is érte meg ugye a második világháború utáni időszakot egy kicsit. De mindesetre nem volt szovjet megszállás. És a cseh kommunista párton belül ugyanúgy megjelent egy ilyen reformszár, mint amilyen a magyarban megjelent a 80-as évek közepén lényegében, kicsit előbben.
Ugye ez a reform szárny, ez körülbelül azt fundálta ki, és azt próbálta meg elérni, hogy hát majd az emberarcú szocializmust fognak csinálni. Ez volt ugye a fogalom, emberarcú szocializmus. Milyen legyen az emberarcú szocializmus? Hát ahol nincs diktatúra, ahol nincs elnyomás, ahol szólásszabadság van, ahol az emberek jól érzik magukat, magukénak érzik, de attól még szocializmus. Tehát nem egy kapitalista rendszer, hanem hát körülbelül ilyen, leginkább talán ilyen reformszocializmusnak lehetne nevezni. Hát erről kiderült azért 1968-ra, hogy az emberarcú szocializmus ugyanúgy elfogadhatatlan Moszkvának, ahogy elfogadhatatlan volt az, amit Magyarországon csináltunk. Tehát az sem ment. Aztán utána 81-ben a szakszervezetek lengyelországi mozgalma is bebizonyította, hogy semmiféle más irány nincs, hanem a szovjetek mindenképpen valahol belenyúlnak és megakadályozzák azt, hogy alternatív utak szülessenek. A csehszlovák emberarcú szocializmus is ugye így végezte 68. augusztus 21-én. De nagyon érdekes, hogy Közép-Európában hogy fonódnak össze a különböző dolgok. Ugye a Charta 77 volt az a mozgalom, amelyik 1977-ben föllépett, és először próbálta számon kérni mindazt, ami úgynevezett konszolidációként a 70-es években Csehszlovákiában lezajlott. Borzalmas írtást végzett akkor a csehszlovák rezsim, elsősorban az értelmiségi körökben. Gyakorlatilag fejezték a cseh értelmiséget, lett belőlük kirakatmosó, lett belőlük portás, lett belőlük professzorokból, filozófusokból, közgazdászokból lett raktáros, és így tovább. És ez eltartott bizony 20 évig, tehát azoknak az embereknek az életét reménytelenül tönkretették. De 70-es években ugye megpróbáltak újra szerveződni, és 77-ben a Charta 77. Az egy nagy nyilatkozat volt ugye a demokrácia és az emberi jogok mellett, és a Charta 77-re való reakcióként jött létre először Magyarországon az az egység, ahol magyar értelmiségek szolidaritásukat és együttérzésüket kinyilvánították azzal, hogy aláírtak közösen egy nyilatkozatot. Ott még Kis János és Csóri Sándor és Konrád György és sok mindenki más. Ez volt az első olyan aktus lényegében 78-ban, amelyikkel a magyarországi ellenzéki mozgalom elindult. Tehát, hogy hogyan függnek össze ezek a folyamatok, vagy ezek a jelenségek, ez nagyon érdekes. Közép-Európában minden hozzá. És ugye, ahogy még sok folytatható, ugye a másik nagy impulzus azok pedig a lengyelek voltak, ugye Lengyelországban 56-ban is volt felkelés, 68-ban is volt diáklázadás, 70-ben volt munkáslázadás, 76-ban volt munkáslázadás, létrejött a KOR, a Munkásvédelmi Bizottság, ugye a kommunikátorokra nincs, a Munkásvédelmi Bizottság, ezzel a Munkásvédelmi Bizottságban már értelmiségiek és jogászok voltak, Mihnyik és a többiek. Ezekkel mi már fölvettük a kapcsolatot 79-ben, tehát a lengyel ellenállás és a magyar ellenzék az már együttműködött. 80-as évek elején már tőlük kaptuk azt a technikát, amivel ugye szorosítani lehetett, amit a legegyszerűbb szamizdatnál, hogy elindult, és attól kezdve ez a kapcsolat a csehekkel, vagy a szlovákokkal, meg volt szlovák, vagy a Csarnokoszló, vagy Durai Miklóshoz, a szlovák és magyar, és a lengyelekkel ez az együttműködés rendkívül szerves volt. Tehát ez az egész kommunizmus elleni, szocializmus elleni mozgás szervesen együtt volt, hát lényegében a 40 év alatt végül. Tetszett akarni valamit kívül? Tetszett jelentkezni, nem? Egy évre vagyok kíváncsi, nem hogy körül ugyanazt tapasztaltuk a forradalom kapcsán. Viszont... Nem mondom, hogy mit tapasztaltam a forradalom kapcsán. Én sem tudom mondani. 6 évesen. Igen, én 7 évesen. De azt szeretném kérdezni, hogy a orosz vagy szovjet hadsereg szerepéről mondani. Én például a 56 után, hát az körülbelül október 23-a után az akkor 30 ezeres megszálló szovjet hadsereg, az részben átállt, részben megvetett. Tehát az igazából neutrális volt, és utána jött 400 ezer, akik között, amennyire én tudom, még ilyen orosz-orosz csaták is voltak.
Viszont azt akarom kérdezni, hogy én már a 80-as években már nem éltem Magyarországon, hogy akkor, amennyire hallottam, hogy az itt levő még szovjet hadsereg maratvány az eléggé demoralizálódott, eladták a fegyvereinket és kivonták őket, valamint hogy jön ez ebből bele, tehát mi az ők szerepük itt a 80-as évek vége, 90-as évek nagyon elején, mi történt? Hát a forradalom alatt, hogy viselkedtek, vagy melyik mit csinált, nem tudom, de van ebben egy novella, az a címe, hogy a Peninfejű. Ajánlom figyelmükbe, ez pont egy ilyen orosz katonáról szól, aki a forradalom ideje alatt barátkozik a gyerekekkel, meg focizik, meg minden, de ezt, hogy focizott, meg barátkozott, 8 napig tűrték, és aztán eltávolították őt onnan. Erről szól az egyik novella, ajánlom. Hogy egymás között hogy voltak, hogy nem, ezt én nem tudom elvédeni konkrét adatokat, tényeket. A 80-as évek második felében az tény, hogy ez a állomásozó szovjet hadsereg az eléggé demoralizálódott. Állítólag egy olyan 100 000 volt bennük körülbelül Magyarországon, tehát valahogy az erőviszonyok úgy voltak elrendezve, hogy körülbelül akkor ilyen 100 000-es volt a magyar honvédség, volt 100 000 szovjet katona, amelyik azért úgy ellensúlyozta, hogy legalább annyi legyen, volt körülbelül egy ilyen 100 000-es munkásőrség, és hát körülbelül egy ilyen 100 000-re lehetett adni a rendőrséget is. Tehát azért, hogyha ugye 56-ban a magyar honvédség azért nem viselkedett elég lojálisan a kommunista párttal, sok egység állt át a forradalom oldalára, tehát a magyar katonák úgy viselkedtek, ahogy a hazafiatok villik. Ez aztán ugye megbízhatatlanná tette a magyar hadsereget a Moszkvában is, és itt is a pártkörökben, tehát kellett két, még legalább két olyan erő, amelyik ellensúlyozza a magyar hadsereget, hogyha valami probléma van. A szovjetekről annyit tudok mondani, 88-89-ben Szekszárdon dolgoztam, egy Dátum című napilapnak voltam a főszerkesztője, amelyik az első független magyar napilap volt, magánkezdeményezésből, és hát ott Tornában elég sok ilyen szovjet katonai egység volt. Való igaz, hát a fegyvert, hogy eladtak, arról nem tudok, de hogy töltényt eladtak, és ilyen sapkában érték a töltényt, és így kínálták, hogy meg lehetett venni, az biztos. Vagy például, hogy a katonai jeepeknek az autó gumiját azt eladták, az biztos, azt tudjuk, és akkor ilyen téglákon álltak a jeepek a laktanya udvarán, mert eladtak róla a kereket. Ez tény, mert ilyeneket láttunk. Azt, hogy fegyvert adtak el, nem tudom, de hát egyébként is demoralizálódott, mert azért tragédiák is történtek. Ugye részek katona belődött, került a tankba, a tankkal bement a kocsmába, a falon át mindenen át összegyúrva embereket, mert valaki megsértette. Szóval a demoralizálódásnak ugye különböző tünetek voltak, ez 88-89-re körülbelül. Aztán ennek a magyar politikával ez biztos, hogy valahogy összeműködött. A hadsereg kivonásáról, tehát a szovjetek kivonásáról már Németh Miklós a kormányra kerülésekor, sőt már a nemzetközi tárgyaltak, ez 88-ban már téma volt. Tehát Gorbacsov ezt akkor már úgy többé-kevésbé tudatosította, hogy ő ezeket nem bírja tartani, anyagilag sem, politikailag sem. Tehát 88-ban ez már napirendre került, hogy kivonnák a szovjet csapatokat, és nem a Orbán Viktor 89-es beszéde, tehát a temetésen elmondott beszéde okán kezdtek el tárgyalásokat, előtte hónapokkal már komoly tárgyalások voltak arról, hogy a kivonást hogyan kell végrehajtani. A Gorbacsov türelmet kért, a Németh Miklós emlékirataiban ez benne van, türelmet kért, mert őnek itt elég egy óriási tehertétel volt, hogy 100 000 katona hazamegy, annak családja van, azoknak lakást kell adni, azokat valahova el kell helyezni, és nem 100 000-ről volt szó, hanem az NDK-ban is volt, vagy 400 000, Csehszlovákiában is volt, vagy 100 000, Lengyelországban is volt, még akkor mindig meg 40-50 000, tehát több mint 500 000 katonának a haza hívásáról volt szó, és azt kérte akkor Gorbacsov, hogy ne csináljunk belőle, tehát Magyarország ne csináljon belőle politikai feszültséget, ki fogják vonni, csak idő kell, hogy el tudják rendezni. Ez már azért a magyar vezetőség azt már mondta. A magyar vezetőség tudta, és azt mondta, hogy ez le fog zajlani. Azért egy valamit el kell mondanunk, hogy a képet, azért a rendszerváltó képet világosan lássuk. Tehát a
azért Gorbacsovnak óriási szerepe volt is az oroszok a magatartásának. Azt a magyar közvélemény, és hát a magyar politika, hogy ezt elfedi, mert ki a saját érdemekét próbálja az egészet bemutatni, különböző politikusok, ugye mindenki küzd a dicsőségért, de ha nem a dicsőségért küzdünk, hanem úgy az igazat próbáljuk valahogy összeszedni, azért óriási jelentősége volt annak, hogy Gorbacsov elszánta magát arra, hogy ezt a birodalmat átalakítja. Ő nem akarta a Szovjetuniót felszámolni, és azt sem gondolta, hogy ezek a közép-európai országok ezek úgy válnak le, hogy aztán néhány év múlva NATO tagállammal válnak, de azt ő komolyan gondolta, hogy ezt a sztálini típusú rendszert nem akarja fenntartani. Ő ugye olyan családból származik, ahol több családtagja is a gulágon végezte, ott pusztult el, tehát őnek ilyen családi élmény volt az, hogy az a fajta rendszer, ez a sztálini rendszer, ez nem jó rendszer. Ezt az ő emlékiratait is érdemes elolvasni, abban nagyon szépen benne van az, hogy ő megélte azt, hogy ez nem jó, és valami mást kell csinálni, csak hát azzal nem tudott mit kezdeni, hogy ez a Szovjetunió, ez egy ilyen hatalmas, agyaglábakon álló monstrum, amit hogyha megmozdoklatnak, akkor kidőlnek alul az agyaglábok, és akkor az egész előbb-utóbb szívesik. Hát ezt erre nem volt neki eszköze, hogy ezt hogyan tartsa össze, de azt ő eléggé pontosan tudta, de már, hogy mondjam, ez ösztönösen is jött belőle, hogy azokat az eszközöket, amiket addig használtak az oroszoknál, és nem fogja eszközbe használni, és ebben benne volt az is. Például egészen egyértelműen benne volt az, hogy ő itt katonaival nem akart beavatkozni. A Baltikumban kicsit más volt, mert ott azért lőttek. Tehát a Baltikumban azért lövetettem, amikor arról volt szó, hogy ott ők kiszállnak, mert a Szovjetuniót nem akarta hagyni szétesni. De azt pontosan tudta, hogy mit tőlem fog. A magyar politikusok sem Gorbacsovról féltek. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy akkor Antallal vagy bárkivel az ember beszélgetett, ők nem attól tartottak, hogy Gorbacsov elindul és itt lesöpri az egészet, attól tartottak, hogy Gorbacsovot megbuktatják. Hát attól tartottak, hogy Gorbacsovot a kemény vonalasok, ahogy hívták őket, ugye a hardliner, hogy azok megbuktatják. És ha kemény vonalasak megmutatják, akkor lesz vérfürdő. Tehát azt azért úgy mindenki tudta, hogy akkor megjön a hatalom. És hát ez a kísérlet meg is történt. Ugye 91 nyarán volt egy ilyen pucs kísérlet, csak már ezt is. Ugye, de hát ehhez a pucs ez megtörténhetett volna másfél vagy két évvel korábban, és akkor lehet, hogy másfél alatt a történet. Igen, nagyon köszönjük. Tetszik, hogy az intézet helye van a városban. Már ő első is szerepel, hogy világrendben elegemettek. És valóban, azon kívül, hogy rendben szinten megkönnyedni, ez nem érdekes arra, hogy mindent adva, valóban elképesztő dolog történt, mert egy lényegében az egész világ által abszolút kikezdhetetlen meggondolt úgynevezett kétpólusú világrendet remektetett meg ez a spontán, senki által nem megtervezett felkelés forradalom, és így tovább. És azóta is újra meg újra interpretálják, általában a szakirodalomban arról van szó, hogy őrült, felelőtlen, romantikus lépés volt. Tehát a mérvadó mainstream szakirodalom, nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy a 80-as évek végén egy híres szerző, a John Lewis Gettys a hosszú béke korszakoként emlékeztek meg a II. Világháború követő világháborús korszakról. Amikor rendben rákérdez erre, hogy és 56, ez is része ennek a hosszú békének. Magyarország ugye háborúban, háború deklarált, az háborúban állunk, független ország, és az ENSZ-hez fordultam. Ezt nem mondtam, de hát az érdekes tény, hogy az aktákat a mostani ENSZ nagykövetőknek sikerült elérni, hogy újra nyitották, tehát mutathatóvá vált az, ami eddig nem. Hát Magyarország kinyilvánította a függetlenséget, a semlegesség. Ezt mondom, hogy a semleges ország harcban állt egy másik hatalommal, és az ENSZ napirendjére került ez a történet, amelyet nem tárgyalt. Tehát nyitva maradt ez a kérdés, és egy dán diplomatának az életébe is került ez, aki Van Genzennek hívták, aki fogadta az első menekülteket, akik fotókat hoztak, dokumentálták a brutalitást, és nem szállt le erről a dologról, kidobták, és egy pár év múlva voltan találták. Valószínűleg a KGB-t. KGB ezt
ez nem egészen világos, tehát KGB CIA együtt nem tudjuk jóváhagyásával, stb. Mert hogy ez a kérdés, a felvetésem, hogy egy, valóban egy világrend teljesen megdönthetetlennek tűnt, hiszen hát a Bush fölhívta a Fehérházat, hogy mi fog történni akkor, ha beavatkozunk. De jaltai megállapodás volt, hogy Szovjetunió kontrollálja a világnak ezt a felét, a másik felét, és a kettőn együtt rendet a munkanakasztás. És mondtam, hogy semmi nem fog történni, közben ment a propaganda, hogy csak folytassuk a lázadást. Most megrokkant ez a világrend, ugyanakkor szükség van rá. Rendetlenség lett a világban, volt egy érdekes konferencia 99-ben Londonban, hogy ki ásta alá, ki hagyta abba a hidegháborút. És miért mondtam, hogy hát vége van egyáltalán, azt mindenki mosolyog, hogy persze, hogy vége van. Na de hát, hogyha körbenézünk, akkor Szovjetunió nincs, és kommunista ideológia, mint ideológia nincs, magatartás van, tehát az a fajta szolgalelkűségre építő politikai hatalom létezik Kínában is, máshol is, mintha igény volna erre, tehát hogy ez a bipoláris rend megbomlott, 56-ban utána teljesen megbomlott, és azt hittük 89-91-ben, hogy ennek teljesen vége van, és elindulunk egy egészen más világ felé, és úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy van, vagy az ideológia nincs visszarendeződés, de mégis van. Good evening. I'm sorry, I'm going to break into English here, so I apologize. But I would like very much to ask you one question, if I may. I picked up your book the other day and haven't read it yet, but I think I will. And my question is about this. There was a phenomenon known as goulash socialism, or possibly goulash capitalism. And it was a time, briefly, I think, when Hungary was probably a leading exponent of a kind of reform course in communism. I don't know whether you handle this in your book at all, but it's something which I've noticed is very rarely mentioned when I'm in Hungary and when I'm talking to people. So I'd be interested in your comment about that and how far, in a sense, that either contributed to the fall of communism or might have prevented communism from falling. I don't like this comment. Goulash communism is used by other people. I don't like it because it's a misleading. It's a too how should I say, too mild term for all the conditions we were living in. So the Goulash communism was used by Germans and by journalists. And so. It was a Western German. Absolutely a Western idea. We have never used it. So. They loved the idea that we have something more similar. And it was closely bound to what we have mentioned, that Hungary was, in Hungary the dictatorship was a mild dictatorship, the way of life was more or less acceptable for the people, it was not, the pressure was weaker, and so the Goulash communism was practically a new system. It was not a new system, the secret police was strong, the communists were here, society lived under the communist pressure, so that I don't think this is a useful term. But yet, for many... On the other hand, what you have mentioned, whether Hungary, what was the role of Hungary in this process of 85 and 90? Yes, the Hungarian Reform Communists played an important role, a leading role in these changes. And what's interesting, that if you read the book, there is quite some facts about the Polish transformation, the Polish changes. And then the Polish secret police still in Multisanitias, they killed Catholic priests, you know, so that the pressure and the conflict was of different size, and the methods were different. In Hungary after 82-83 it was quite clear that our friends and we won't be arrested anymore. There were some harassments, in some cases it was unpleasant to meet with the Hungarian police and this brutality of them, but we were quite sure that nothing very serious could happen to us. That was not the case in Romania, that was not the case in Poland, that it is part. So Hungary somehow played a leading role, and
and especially after May 88, when the transformation in the party was launched by the conference since that time. And it gave impetus to changes in the GDR by opening the borders and so on. Szóval az volt a kérdés, hogy Magyarországon, hogyha vagy a gulyás kommunizmusról mi a véleménye. Nekem az a véleményem, hogy én ezt a fogalmat nem szeretem, ezt nem mi találtuk ki, ezt a nyugati újságírás találtak ki. Hát a gulyás kommunizmus ez nem a mi fogalmunk egyrészt. Másrészt pedig, hogy Magyarország milyen szerepet játszott ebben az egészben. Magyarországon azért 89-ig azért diktatúra volt, kemény diktatúra volt még. Ezt nem mondtam, de hát én 88. januárjában mentem Kisvájcba erre az egyéves ösztöndíjra. Ott még bizony a határon, a repülőtéren úgy szétszedtek, hogy a, még a francia vagy a szótáramat is így végiglapozták, és levetköztettek, még 88. januárját írjuk, és majdnem megkéstem a repülőgépet, és 88. októberében még úgy jöttem vissza, hogy még megmotoztak a vonaton, amikor beléptem Magyarországra, 88. októberében. Tehát azért az még nem volt egy teljesen, úgy mondjam, szabad demokrácia. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy az átalakulás folyamata az Magyarországon egy eléggé progresszív folyamat volt. Ugye a könyvben benne van, majd ez az angol nyelvű könyvben, ez a kommunizmus bukása, amit az intézet adott ki, és ennek a magyar nyelvű változata meg fog jelenni hamarosan, be van tördelve, nyomdában még hamarosan. Amiben én leírom, hogy azért a lengyelországi átmenet ugye az azért bizonyos értelemben brutálisabb volt, mert 87-ben még lengyel papokat öltek meg, és a titkosszolgálat még bizony lengyel papokat megölt szó szerint olyanokat, amelyek együttműködtek a szolidaritással. Tehát Lengyelországban ez a harc és ez a csata azért brutálisabb keretek között zajlott. Mi azért úgy a 80-as évek közepétől tudtuk, hogy hát engem mondjuk 83-ban kirúgtak a rádióból, ez nem volt egy olyan kellemes dolog, különösen úgy nem, hogy 33 éves voltam és volt három gyerekem. De hát azt is tudtam, hogy nem fognak bebörtönözni, azt is tudtam, hogy nem fognak megverni, és azt az ugye 80-as évek második felében körülbelül tudtuk, hogy kellemetlenségek lesznek, bemikrofonozták a plafonunkat, ezt azért ugye el kell mesélnem, hogy egyszer hazavallottam, az azt hiszem, hogy 85-ben lehetett, akkor szerveztük a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen a mozgalmat. Ez 83-ban kezdődött, és hát a 85-re ugye megalakult a Dunakör kapott egy alternatív Nobel-díjat, azt az ükszkülféle Nobel-díjat, és hát a 84-ben lehet, és hát minden találkozó a mi lakásunkban volt, egyszerűen úgy hazamentem, és láttam, hogy ilyen finom por van, ilyen barna húzatú volt a fotelünk, ilyen finom por volt, nézek föl, hát egy ilyen újnyi luk van a plafonon, és hát néztem, hogy vajon mi van ott. Aztán kérdeztem a barátaimat, azt mondtam, hogy piszkáljon meg egy kicsit, nézzem meg, hogy van-e benne valami. Hát nem volt benne semmi. Fölmentem a felső szomszédomhoz, hát hogy mi ez. Hát nagyon zavarba jött, azt mondta, hogy hát parkettát cseréltek nála, és részeg volt a parkettás, és beleesett a fúróba. Hát valóban parkettát cseréltek, mert vadonatúj parkett volt a szobájában, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy felszedték a parkettát, bemikrofonozták a mennyezetet, majd visszarakták a parkettát, csak hát nálunk elég régi volt már a mennyezet, és kicsit táskás volt, és általában táskás volt, ott ugye beszakadt. Hát tehát nem csak elő 100%-os a történet, de azért így éltünk 7 évig, 89-90-ig, hogy karácsonytól mindig a feleségem elköszönt tőlük, és mondta nekik, hogy most már haza lehet menni, nem kell már többet lehallgatni. Ígérjük, hogy január 2-áig már nálunk már semmiféle konspiráció nem lesz, úgyhogy nekik is boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. És hát ezzel a tudattal éreztem 7 évig, hogy be van mikrofonozva a tetőnk, vagy a plafon, és hát amit csinálunk, azt ugye azt hallják. Tehát azért volt ebben, és hát ugye minden határátlépés nem mindig megmotozta, gyerekeim ott ültek az autóban, engem meg behívtak, és akkor leszették az akómat, meg mindent végig tapogattak. Mindig mondták, hogy bocsánat, de közben a zsebemben lyukáltak, szóval volt ennek egy ilyen diszkrét bája, de tudtuk, hogy így kell élni. Most ami igazán érdekes, és a fiatalok számára érdekes, hogy azért az ember nem tudta, hogy ennek egyszer vége lesz. Azért ez volt a legfontosabb a kommunizmusban, hogy azért azt még a 86-ban, 87-ben se lehetett tudni, hogy ennek egyszer vége lesz. Tehát úgy kellett berendezkedni, hogy a hátralevő életünket így fogjuk leélni. És hát ennek Feri is és mások is ugye tanuljuk,
hogy hát úgy éltünk, hogy mi a perifériára vagyunk kiszorítva, én mondjuk elég erősen, de hát a Ferivel együtt mozgalmálkodtunk egy időben, és azzal a tudattal, hogy lehet, hogy életem végéig ez nem lesz. Mert nem volt beleírva, hogy 89-90-ben az egész összedől, és 90 novemberében, vagy szeptemberében bekerülök a külügyminisztériumba, és 92-ben helyettes államtitkár leszek. Ez nem volt beleírva 87-ben még semmiben. Hanem még az volt legvalószínűbb, hogy ez most így fog kérni, a plafon bemikrofonozva a határon piszkálnak, aztán hogy a gyerekeimből mi lesz, nem tudom. Ez akkor, azután, amikor valaki azt mondja, hogy a magyar szocializmus így, meg a magyar szocializmus így, hát a magyar szocializmus azért úgy jól be volt rendezve, és hát ugye ez a tiltom, tűröm, támogatom rendszer, ez a mindennapi életben is azért úgy. Igen, ez így van, de voltak szekvenciák, tehát azért a lengyel szolidaritásnak a megjelenése is az, hogy nem engedte, tehát a szolidaritás nem vállalta. Ő rohanja le Lengyelországot, nem odaadta a Jaruzelszkinek, és ez volt, bevezette ugye a rendkívüli állapotokat, de hadi állapotokat bevezette ugyan, de a szolidaritás mégis tovább. Hogy egy ilyen mozgalom tovább tudott élni, hogy nem követték ezt abban a megtorlások, és nem tudom, hogy milyen brutalitás volt, de nem, tehát hogy az abból néhányan mi arra következtetünk, hogy ez most nyilván a végkezdete. De van egy ilyen vita, mi volt a végkezdet. 56 volt a beginning of the end, 68 volt, vagy a Tárta 77 volt, vagy a szolidaritás. Valószínűleg mindegyik egy szög volt, ahogy tetszik. De attól kezdve, hogy egy munkás mozgalomnak volt mozgalmat, egy igazi munkás mozgalmat, amit a kommunizmus a ideológiának alapjáig választott, nem lehetett kommunista egyeduralom eszközeivel átfutani, annak kezdve szerintem sokan rájöttek arra, hogy itt biztos, hogy lesz valami fundamentális változás. A változás és a Gorbacsovnak a megjelenéseivel sokan gondolták, hogy ez egy ilyen provokáció. Igazából egy-két év után már látszott, hogy ez az ember tényleg valami más akar. Azt a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan miért. Hogy egészen pontosan mi vezette, azt ő sem tudja megmondani. Ez egy nagyon sok kutatás lesz erről. Ez vezette. Gorbacsovval a szabad ilyen, hogy mondjam, ilyen nagy képpel fogalmazni, többször találkoztam. Tehát találkoztam akkor, amikor hivatalban volt, és találkoztam akkor, amikor a 75-ös születési napját ünnepeltük, és elmentünk. Nem is tudom, hogy mikba, hanem valahol, ahol a Primostenbe. És akkor ott volt egy ilyen ünnepség, ahol ott volt Poskai, meg ott volt Dumán külügyminiszter, meg ott voltak sokan a Közép-Európából, és hát köszöntötték a Gorbacsovot. Nagyon érdekes volt, ahogy úgy ott volt Tomiskiewicz, aki a lengyel honvédelmi miniszter volt. És hát ő is ilyen ellenzett ki nagy figurája volt ugye a szolidaritási mozgalomnak, és nagyon érdekes volt, hogy ő mit mondott ott. Azt mondta, az azt hiszem a könyvben benne van a rendszerváltó könyvben, hogy azt mondta, hogy tudja, elnök úr, ön olyan, mint Kolumbusz. Ez ugye elindult valahová, nem tudta pontosan, hová megy, és elindult, mert megérkezett valahová, ahová egyáltalán nem szándékozott megérkezni. És ez ilyen, hogy mondjam, ilyen bombó, tehát ilyen jópofaságnak hangzik, de végül is Gorbacsovval ez történt. A lépésről lépésre újabb és újabb problémákkal kerül szembe, de egy valami alapelve volt, és ez benne van az emlékirataikban nagyon szépen elkülön kifejtve, hogy ő az erőszak és a brutalitás eszközét mindig kizárta. Mindig kizárta, tehát mindig politikai eszközökkel próbálta megoldani, de hát a politikai eszközök korlátozottak voltak, és az események pedig sodorták őt erre, arra, amarra, és újabb és újabb olyan problémák jöttek, amiket nem látott előre, mert ugye a kommunizmus összeomlása az olyan és olyan problémákat hoz, amiket nem látott előre. Nem hitte, hogy ezzel a nyugatot lépéskényszerre Azt nem tudom, nem elészni is kell. Most visszatérve erre a szolidaritás dologra, ebben teljesen igazad van, hogy a Lengyelország és a lengyel munkásmozgalom okozta a legnagyobb problémát a kommunista vezetők számára. Ugye a kommunista ideológia, mint valláspótlék működik, minden ideológia valláspótlékként működik, és a kommunista ideológiát ugye, ha megpróbáljuk megfogalmazni, akkor az Isten pótlék micsoda a kommunista ideológiában, a munkás osztály történelmi küldetése.
ugye ez az abszolútum. A munkásosztály történelmi küldetése. És ehhez képest a pártosok az egyház. De az abszolútum az a munkásosztály történelmi küldetése. Most a munkásosztály történelmi küldetése ellen maga a munkásosztály föllázat, ugye akkor összedől az ideológia. És hát a lengyel munkásosztály ezt a bajt okozta a kommunista ideológiában, maga lázadt föl, és újabb és újabb lázadásokat, ez ugye 70-ben volt egy, 76-ban volt egy, 80-ban volt, és aztán a szolidaritás valóban kvádé. Most egy valamit azért el kell mondanunk, hogy azért a 88-89-es megállapodás Lengyelországban az azért a kölcsönök kifáradásnak is az eredménye lett. Tehát ugye a szolidaritás a fénykorában 11 millió tagot számlált, amit arra gondolunk, akkor ez egy hihetetlen nagyságnál, de azért ez a hadi állapot alatt az igencsak megcsapant, elfáradtak, azért ott nagy nyomás volt az nagy brutalitás is, és azért úgy 80-87-re, amikor ilyen sztrájkot hirdettek, akkor kiderült, hogy hát egy-egy gyárban már csak a munkások 10-15%-a volt hajlandó sztrájkolni, tehát rájöttek arra a Valenza és a többiek is, hogy ez a fegyver már nem működik. Tehát ugye a legnagyobb fegyverük a sztrájk volt, mert a munkásosztályt, a munkásokat ugye a sztrájkba lehet venni, és a sztrájk nem működik. A másik oldalon viszont Jaruzelszkijék is belefáradtak ebben az egészben, és ők volt egy miniszterelnök, ugye Rakovszkinak hívták, aki egy teljesen ilyen pragmatikus ember volt, ő Pozsgaival tárgyalt állandóan, Pozsgai többször emlegeti, hogy Rakovszkival beszélt, és hát Rakovszki megkereste a kiútat ebből a helyzetből. Ugyanát, és ezt Lengyelországban lényegében nem mondták ki, de hát így után nyilvánvaló volt, hogy mind a két fél belefáradt ebben a reménytelen küzdelembe, és ez vezetett el a lengyelországi kongresszusra. Ami ugye kompromisszum akkor egy részleges szabad választást jelentett, ugye kijelölték, hogy hány mandátum a kommunista párt, és akkor a többi mandátumot lehetett szabadon futni, a többi mandátumot meg mind megnyerte az ellenzék, úgyhogy ez egy elég nagy figyelmeztetés. Tehát azért, hogy korai előzményben mondjuk el, hogy 56-ban Magyarországon is nagyon komoly munkás szervezés, a munkás tanácsok, amelyek ugye jugoszláv mintára, de a munkás önigazgatás is egyet. Tehát ez egy nagyon komoly előzménye volt a, nem is a lengyel, de a szocializmusba, illetve a kommunizmusba létrejövő munkás önszervező. A Budapesti Munkástanács az egy nagyon komoly dolog volt, Rácz Sándor. Ez egy nagyon komoly létező dolog volt, Rácz Sándor. Rácz Sándor aztán megjelent a 80-as évek közepén az ellenzéki mozgalmakban, aktívan, ugye jó barátunk volt, és nagyon-nagyon erős, szimbolikus alakja volt az ellenzéki. Folytatnánk, oda belevésére támogatnánk. Bocsássék, Zsuzsához kapcsolódik, ugyanez. Ez lett volna egy véleményem, de meg egy kérdésem is, hogy vajon a magyar társadalom 1956-ban, október 23-án összességében milyen irányban szeretett volna elindulni. Megjelentek rögtön, hát természetes, hogy Ruszkik haza, semlegesség, nem sok alapja volt, mert nemzetközi jogilag kell azt megállapítani, semlegesség és több pártrendszer. Na most ez a dolgnak az ideológiai, politikai vonzata, de amikor Zsuzsák mondott, hogy például a gazdasági alapban vagy akartak-e változást, nyilván a szövetkezetesített parasztság, meg kisiparosok nem, de a nagy üzemek munkássága, akik létrehozták gyorsan, pillanatok alatt önszerveződő módon a munkástanácsokat, és én úgy gondolom, lehet, hogy érted, hogy nem akarták visszamagánosítani a vállalatokat, hanem valamiféle ilyen harmadik utas megoldásként, vagy megoldásban gondolhattak. Mi erről a meglátása? Igen, azt tudom mondani, hogy igen. Tehát ugye a munkástanácsok létrejött, az körülbelül azt jelentette, hogy most végre miénk. Tehát végre mi fogjuk megmondani. És
ki fogjuk vezetni. Tehát nem kapitalizálódik. Kapitalizálódik, szó sem volt arról, hogy visszaadják. Érdemes kérdés az egész. A többpártrendszer ugye az megjelent, de azért ne felejtsük el, hogy akkor a semlegesség szóba jött 56-ban, hát egy évvel előtte mentek ki az oroszok a 23-ról. Tehát nem tűnt az annyira illúziónak, hogy esetleg Magyarországról is kimennek, és akkor ilyen osztrák típusú, vagy ilyen finn típusú semlegességet mi is elérhetünk, ami nem szovjetellenes, ugye nem fogjuk bántani a szovjetot, mi barátai leszünk, de szeretnénk vagy egy ilyen finn, vagy egy ilyen osztrák státuszt. Tehát nem volt az teljesen légből kapott, hiszen egy évvel azelőtt ezt produkálta ugye a nemzetközi politika. Egyetlen egy olyan hang volt, amelyik valamiféle birtok visszaszerzésre vonatkozott, ugye ez Mincentinek volt a beszéde, aki az egyház birtokokról szólt ejtett arról, hogy hát ugye az egyháznak a birtokait vissza kellene kapni, amit vissza kellene szereznie. Egyébként ilyenfajta restaurációs hang nem volt. Működött volna a jelezetes alap? Gazdasági alapok nélkül. Hát nézd, ez ugye nagy kérdés 89 után is. Ugye ott is fölmerült ez, hogy van-e harmadik út. Történelmi. Lehet-e harmadik út? Ugye ez 89-ben is fölmerült, hogy van-e, létezik-e ilyen? Hát ilyen kísérlet nem túl sok volt. Tehát a jugoszlávok kísérleteztek egy időben ilyennel. De hát az Jugoszlávia 89-90 egy gyönyörű gazdasági csődbe jutott. Tehát Azért innen úgy néz ki, hogy Ausztria működött. Ezt úgy mondanám, hogy Ausztria működött. Ausztria működött oroszok nélkül jelentem, innen úgy láttuk. Ez nem a gazdaság. Tudom, hogy teljesen más történet. Tudom, hogy gazdasági rendszer. Tudom, hogy teljesen más történet. Az egy kapitalista gazdaság. Csak említetted Finnországot, nagyon jó példát említettél. Tehát miért ne forta volna ki egy társadalom a saját útját? Tehát ezt abszolút... Nem tudom, de 89-ben és kívül, főleg 90-ben ugye az volt a dilemma, Hansalnak a dilemmája volt, és hát sok mindenki másé, hogy nyugati tőkebevonás nélkül és privatizáció nélkül ugye a csőd felé menő, vagy bármi csődbe jutó magyar gazdaság megtartható erejét, rámutatható erejét, vagy összedőbb. Tehát ha nincs privatizáció, ha nem adjuk el a cégeket, nincs tőkebevonás, és nincs technológia, bevonás, technológia transfer, akkor mi van? Ugye a KGST-re mondtuk, ugye, hogy 9 sovány terén egymást fejjünk. Ez a 9 sovány terén egymást fejjünk, és a produktumai olyanok, amiket nem lehet a nyugati piacon érvényesíteni és eladni. A szovjet piac meg összeomlott. Mert az nem igaz, hogy kivonultunk a szovjet piacra, nem vonultunk mi arról ki. Összedőlt magától, és azzal megszűnt. Tehát nem azért nem lehetett a Szovjetunióval kereskedni 94-92-ben Oroszországon, mert Antalonnal ki akart vonulni, hanem azért, hogy összedőlt maga a gazdaság. Tehát viszont a gazdaságra rá lehetett kedni. Erre rá lehetett kedni, tehát nem tudjuk igazából, hogy milyen lett volna, hogyha nem ez az út. És ez egy nagy vita, ugye erről fél évek van külön. Nem, csak ez lehet egy külön másik este. Ez egy külön másik este beszélgetés. Senki nem akarta soha a harmadik utat, és azt mondják, hogy egy illúzió, Bibó István van. Nem akkor a Bibónak volt, ugye, hát ez egy új harmadik szimpóziónak a témája lehet. Ezért kérdeztem, nem akarom erőltetni ezt a Bibót, de hogy nem akarta, két út van, és a kettőhöz kellett volna a másik, és most megint egy olyan világhelyzet van. És mondanak még egy, hogy nagyon érdekes egy kollégák és barátok, volt egy kis mozgalom ott a 80-as évek közepétől, ami abban gondolkodott, hogy hát legyen egy másfajta Európa, demokratizáljuk Európát, nyugat se elég demokratikus, a keletiek kitaláltak egy új módszert, szolidaritást, meg Karta 77, ez majd segít a nyugat-európai demokráciákat is dinamizálni, legyen egy új európai közösség. És ez egy pár ezer tízezer ember elhitte, én is. Tehát, hogy ez lehet, nagyon borzasztó euforikus hangulatban voltunk éveken keresztül, és volt itt egy másik, ezt nem említetted, hogy legyen egy új Közép-Európa. Legyen Közép-Európai együttműködés. Jött a szolidaritás Romániával, a román ellenzéken, írtuk alá a különböző petíciókat. Úgy tűnt, hogy ha Németországnak sikerülne egyesülnie, akkor tulajdonképpen visszaállhatna egy Közép-Európai együttműködés. Na hát, ez úgy olvadt el a valóságban, mint a fagylaton forró aszfalton 90 után világos lett, hogy nincs
ez volt a szecsenyizmus üzenete, hogy nincs, nemzetállamok vannak, szenvedés, bér, könnyek, meg kell tanulni, hogy milyen demokrácia, nincs együttműködés. A harmadik utat nem szerették a világot irányító hatalmak, most se szeretik. Tehát nem azért nincs, mert nem lehet, hanem azért, mert azért nem lehet, mert nem akarják, hogy kikerüljön. Nagyon érdekes, hogy még 90-ben a Horst Elcsik, aki Kohlnak volt a tanácsadója, legközvetlenebb tanácsadója, az akkori magyar nagykövettel, Horváth Istvánnal, Bétoni nagykövettel hosszú beszélgetéseket folytatott arról, hogy Magyarország merre feszi menjen. Ez már 89 őszétől, majd látni lehetett, hogy Antal József az egyik vezető politikus lesz, aztán utána 90 nyarától pedig fokozottan, és Elcsik végig azt mondta, hogy Németország nem támogatna semmiféle közép-európai tömbösödést. Tehát teljesen egyértelműen, mint hogy semmiféle közép-európai tömbösödést Németország nem támogatna, egyenként hajlandó támogatni ezeket az országokat, de ahogy bármiféle tömb létrejöjjön, azt nem kívánja. Most ugye ezt az amerikaiak sem nagyon kívánták, ugye ők is így egyébként dolgoztak egyikkel másikkal, de itt azért gazdasági értelemben Németország volt a főszereplő, és ők nagyon nem szerették volna, hogy a közép-európai tömb létrejöjjön. Ezt a visegrádi együttműködést is ilyen gyanakvással nézték, de aztán rájöttek, hogy hát ez nem tömb, hanem az csak ilyen összehangolt politika, tehát ez nem veszélyes az amerikai közben. És aztán utána következtek így a különböző válságok minden országban, és hát jött az irány, mindenik kitűzte, hogy az európai közösségek tagjává kíván lenni, a NATO tagjává kíván lenni, minden közép-európai ország, csak ugye alba volt már ország. Az amerikaiak ugye segítették azt, hogy NATO tagok legyünk, ugye 89 júliusában idejött Bush elnök, az fontos volt, és utána nagy erővel terelték a társaságot a NATO-ba, a németek pedig egy idő után ugye segítették azt, hogy európai közösségek tagok legyünk. Volt egy ilyen beszélgetés, ugye lényegében Antal József 90 nyarán ki is tűzte ezt az irányt az akkori beszédében, és emlékszem egy ilyen 92-es tárgyalásra, amikor nem Kohllal volt a tárgyalás, úgy Kohlék, németek, mi ezen az oldalon, és hát én is ott ültem az asztalnál, a középtájon a vége felé, és hát mikor a tárgyalás ugye a vége felé jártak, és akkor emlékszem, hogy Kerek Perec megkérdezte, arról szól, hogy az Európai Unióban van együtt, európai közösségekkel, és megkérdezte volt, hogy Magyarország mikor lehet, mennyi idő alatt lehet tagja az európai közösségnek. És 92-ben látszott, hogy elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát szerint ez még 5-6-7. Mondta. És nagyon érdekes volt, mert azóta visszatekintve gondolom, azon gondolkodott, hogy megmondja az igazat, hogy 12, vagy ne mondjon ilyet, mert akkor buskonosságba esünk. Tehát inkább azt mondta, hogy 5-6 év. És akkor mi nagyon föl voltunk háborúra, és tudom, hogy nagyon csalódottak voltunk, mert valamennyien abban az illúzióban értünk, hogy akkor megyünk előre, és 2-3 év után ugye csak a nyúl az agár előtt mindig nagyjából ennyivel. Igen, ezt, hogy az sokáig így volt, tehát azért 2004 év. Egy kérdés, és biztos teljesen történetlen, és az előbb én nyilván Szaúciát mondtam, én tudom nagyon jó, hogy a 45-55-ig, ami történt valószínűleg az egész másik Magyarországon, tehát a társadalmi mesőszök tök hát, világos. De készültek, akár fikció szintjén készültek tanulmányok vagy gondolkodások arra, hogy mi történt volna 56-ban, 56 után, akkor, hogyha valamilyen furcsa nagyhatalmi kompromisszum során Magyarországon nem jönnek vissza az oroszok. Mert ugye mert mindig ugrunk 33-34 évvel, és arról kezdünk beszélni, nagyon helyesen, mert az a történelem, hogy mi történt Antal Józsefékkel és másokkal, de a Laci által felvetett forgatókönyv az arról szólt, hogy jól értettem, hogy mi van akkor, hogyha és ez jön Iszák Asszilov és mások megint. Igen, ez az, amit mondasz, hát mondták volna, mi történt volna. Ugye ez sok tényezőtől függ, ha csak Magyarország egyedül, az más helyzet. Más helyzet az, hogyha a közép-európai, többi közép-európai országban is lezajlott valami ilyesmi. Egyedül és többé kevésbé ugye Ausztriára hagyatkozva elszigetelt, az egy sokkal nehezebb hely. A másik kérdés az, hogy hát a magyar gazdaság az hogyan állt volna talpra. Ugye mert hát a magyar gazdaság 45 után, és hát a háború után sem állt talpra igazán, és hát ami történt 49-től, hát az meg ugye maga volt a katasztrófa. Tehát nem tudom, hát lehet, hogy lett volna valami restauráció,
éltek még azok az erők, amelyek talán visszajöttek volna. Valószínűleg társadalmi feszültségek lettek volna, nem tudom már. Szerintem. Van-e még kérdés valamivel? Ha nincs, akkor azt hiszem. Szerintem folytassuk, a tudományi kocsmában az egyik én voltam többen, egyébként mondjuk el az idejüknek, hogy ez egy Veszprémi Egyetem központi kezdeményezés, amit a Köszegi kampuszra átterjed. Ez egy igazi, a tudományi kocsmában, amikor az emberek ott isznek, lekiabálnak. Most csönd volt, és a forradalom emlékének szólni. Nagyon szépen köszönöm, de folytassak ezekkel a témákkal, úgyhogy mondtam, mi lesz a következő a kékfény után. Most mind szerepeltünk a kékfényben, ezt mondom. Mi benne vagyunk, bennem a fölvétel is készül, és a következő alkalommal. Engednek, hogy én is megköszönjem mindenkinek, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönjük.